Erdély ízei jelennek meg Hajdúszoboszlón, új helyen és koncertekkel együtt várják az érdeklődőket a gasztrotéren és a szabadtéri színpadnál május 13-a és 15-e között. Az Erdély ízei gasztrofesztivál ebben az évben az első fesztivál a városban, amely egyébként minden korosztálynak kedvez. A nézők megismerhetnek majd több helyi csoportot és néhány országosan ismert sztárt is. Péntek 13. Babonát vagy szerencsétlenséget jelent. Nos, Hajdúszoboszlón fesztivált jelent. Május 13-án pénteken megkezdődik a Fürdőváros fesztivál szezonja. Elsőként Erdély ízei címmel várják a lakosságot és a vendégeket. Gőzerővel készülünk erre a hétvégére, hiszen elég szertágazó a tevékenységünk, de azért be kell látni, hogy a gasztrofesztiválok a legnépszerűbbek valamennyi programjaink közül. Ezek szokták a legnagyobb érdeklődést kiváltani, és hát ez minden bizonnyal azért van, mert ugye a gasztrofesztiválok által a főszezonon kívül is szórakozási, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk mind a helyi lakosok, mind pedig a turisták számára. A helyszín a megszokottól eltér a felújítások és a változások miatt. Tulajdonképpen az előző gasztrofesztiválokhoz képest a legnagyobb változás az az, hogy megváltozott a helyszín. Részben azért, mert ugye még tart a felújítás itt a fürdővel szemben, úgyhogy szabadtéri színpad és környéke lesz a fesztiválnak a helyszíne. És hát ezzel lényegében a gasztrotér is debütálni fog, ugye a Csikisör, illetve a melegkonyhát a Lorena étterem szakácsai fogják majd biztosítani. A május 15-ig tartó gasztrofesztivál az evésről és az ivásról szól. Erdélyben több specialitás van. Finom erdélyi ételeket kóstolhatnak majd a kilátogatók, csorbaleves, székelykáposzta, mics, és hát erdélyi pálinkák, illetve sörök is terítéken lesznek. De a program kínálatban lesznek erdélyi táncok, illetve sztárfellépők is. A mögöttem látható szabadtéri színpadon mind pénteken, mind pedig szombaton este neves fellépők szórakoztatják majd az érdeklődőket. A pénteki nap csak ugye a teljesség igénye nélkül felsoroljam őket. László Attila koncertje, illetve Keresztes Ildikónak egy akusztik koncertje lesz majd a legnagyobb durranás. A szombat este pedig a Magashegyi Underground lesz majd a fő fellépőnk, és hát azt megelőzően pedig Sisi, Starman Star fellépőjét láthatják majd az érdeklődők, illetve hát lesz egy buli zenekarunk is, ugye a Viszmajor, akit már itt a régióban ismerhetnek sokan. Fontos kiemelni, hogy minden korosztály megtalálhatja a legjobb szórakozási lehetőséget. A gyermekektől a nyugdíjasokig mindenkit megszólítanak erdélyi ízei. Lesznek nótaműsorok is, illetve hát lesz egy gasztronótaműsorunk is egyébként, tehát így, hogyha mégis a gasztrofesztiválról beszélünk, tehát természetesen a nyugdíjasokra is gondolunk, a gyermekekre is, és hát a helyi csoportjainkra is, hiszen ugye a korábbi gasztrofesztiválokon is megszokhatták már az érdeklődők, hogy nagyban számítunk a helyi erőkre. A belépés mindenkinek ingyenes. Pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a fesztivál a Zicsi Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskolával, míg a záró fellépés vasárnap 11 óra 30 perckor indul az Allegra Quartet zenekóstolóval.